Isten hangjának meghallása sokkal egyszerűbb egyébként, mint gondolnánk. Mi magunk azért védjük el, mert egy ilyen nagyon misztikus dologra gondolunk, azt hiszik, így, hogy... Mint van a tíz parancsoló filmben, hogy... Módee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 
Csipke bukla megyünk szintén. Móde. Jó szint. Lenne jó, az egy konyha. Így képzelt el a rendező. Tehát pont ez a lényeg igazából, hogy a Isten hangjának a meghallása az annyira egyszerű, mert ha nem hallottad volna a hangját, nem is tudtál volna megtérni. Így van. Tehát úgy tértél meg. Belül a szívedben hallottad az ő hangját, az ő hívását. Igen. Az ő hangját belül a szívedben, és Jézus maga arra tanít, azt mondja, hogy az én juhaim hallják az én hangomat. És követnek engem. És követnek engem. Tehát eleve, ha te az övé vagy, akkor te hallod a hangját, csak nem tudsz róla, hogy hallod a hangját. Tehát Isten spontán gondolatokon és nem tudod még keresztül szétválogatni a saját gondolataitól sokszor. Igen. Ez az esetek 90%-ában így van. Beszélt nagyon sokféleképpen egyébként, tehát erről van egy egész tanításunk, amit le tudunk adni nektek, Isten hangjának meghallásáról. Tehát sokféleképpen beszél, de ami a legkézzelfoghatóbb, ami a leghétköznapibb, ami állandóan történik, szinte a nap 24 órájában, Isten a gondolataidon keresztül beszél hozzád. Tehát úgy, hogy tegyük fel, nem gondolkodsz semmi olyasmin, hanem csak így elvagy a magad gondolatain, és leginkább olyankor, mikor az agyad kikapcsol, tegyük fel, zuhany alatt vagy. Miért beszél Isten nagyon sokszor akkor, mikor fürdesz? Azért, mert akkor nem gondolkodsz, hanem kikapcsol az elméd, és akkor rögtön már Istennek van egy lehetősége, hogy adjon ő egy gondolatot neked. Hazamegyek, lefürdök. Jó, akkor másik példa. Mosogatás közben. Vagy főzés közben, vagy takarítás közben, vagy miközben mész az utcán, és, vagy ülsz a buszon, vagy... Tehát olyan dolgot csinálsz, amikor abszolút nincs lekötve az elméd. Nem pörög az agyad. Nem pörög az agyad semmi sem. És ezért szoktuk azt mondani, hogy amikor mi elcsendesedünk az Úr előtt, nevezhetjük ezt angolul soakingnak, magyarul elmélyülésnek, vagy elcsendesedésnek, tehát hogy te odaszánsz egy olyan időt arra, amikor effektíven nem csinálsz semmit, hanem lecsendesíted a gondolataidat. És tudjátok, hogy az eleinte ez mennyire nehéz? Mert annyira sokszor, hogy pörög az agyunk, és mindenféle dolgokon jár az elménk, és amikor elkülönítesz időt arra, hogy most az Úrral leszek. De hogyan vagy az Úrral? Tehát sokszor ez is egy ilyen elvont fogalom, hogy azt gondolnánk, hogy az Úrral vagyok, akkor ez azt jelenti, hogy... De mit jelent számodra Istennel lenni? Érted? Tehát eleve itt kezdődik el, egy szemléletváltásunk kell, hogy legyen, és már az is egy szemléletváltás, amiről Csaba beszél, mert ugye a gondolataid meg kell, hogy változzanak arról, hogy mit jelent Istennel járni. Mert az, hogy meghalld az ő hangját, ahhoz, hogy meghalld az ő hangját, meg kell tanulnod Istennel járni. És az Istennel való járás, az nem egy, megint csak nem egy ilyen elvont dolog, hogy na most, reggel 8-tól este 9-ig Istennel vagyok, de utána a nap 24 órájában, vagy 23 órájában, azon felül nem vagyok Istennel. És alig várom megint azt a 8-tól 9-ig való időt, hogy Istennel legyek. De igazából nem ez Istennel való járás. Az Istennel való járás az, hogy a nap 24 órájában vele vagyok, állandó jelleggel vele vagyok, mert mindig tudatában vagyok annak, hogy ő itt van velem, mindig, minden pillanatban. Folyamatosan figyelek rá, és azon felül lehet egy olyan elválasztott idő, amikor el tudok csendesedni benne. De most számunkra például, ahogy járunk, minden egyes nap újabb és újabb helyszínre megyünk,
mindig máshol, és nagyon elfoglaltak vagyunk, és ténylegesen folyamatosan, tehát én például minden időt kihasználva arra, hogy amikor nem szolgálunk, akkor videókat töltöm föl, és állandóan valamit csinálnunk kell. De meg kellett tanulnunk, és nekem személyesen, különösen meg kellett tanulnom, hogy a nagyon elfoglalt, bármennyire elfoglalt vagyok, akkor is elkülönítek időt itt belül. És folyamatosan figyelek rá, és meghallom az ő hangját. És ott vagyunk egy-egy ez helyen, egy folyamat. És beszélünk emberekhez. Tudatosság. És tudatosan figyelek rá, mit mond ő, és meghallom a hangját, és megmondom, hogy mit mond az Úr, érted? Uh-huh. Na, de ezt meg kellett tanulni, tehát ez évekbe telt, és én most nem azt mondom, hogy nektek is évekbe fog tenni. Nem, az Úr ad kegyelmet rá, hogyha... Mert már felgyorsultak az idő. De jó, mi már dinoszauruszok vagyunk. Úgyhogy itt már szerintem ki kell, hogy árasz az Úr a kegyelmit ránk. Tehát amikor megtörténik az a szemléletváltás, hogy te tudatosan gyakorlod Isten jelenlétét, nevezhetjük ezt így is, az Isten jelenlétének a gyakorlása, ez a kifejezés egy olyan embertől származik, aki nem is tudom, talán az 1200-as években élt, a Brother Lawrence, tehát a Lőrinc testvér, hogyha lefordítjuk magyarra. Brother Lawrence, aki egy kolostorban élő szerzetes volt, és teljesen mindegy, hogy abban az időben az volt. Tehát abban az időben még nem léteztek ilyen szabad vallású vagy szabad gondolkodású helyek, de Isten szellemének teljesen mindegy, hogy az ember hol van és mit csinál, akkor is be tud törni az ember életébe a legvallásosabb helyeken, és meg tudja találni azokat az embereket, akiknek a szívük ő utána vágyakozik. És ő minden helyre be tud törni. Isten szellemét nem lehet kizárni sehonnan, mert ő a szíveket vizsgálja. És teljesen mindegy, hogy ki milyen közegben van, ha a szíve Istent keresi, akkor Isten oda fog menni hozzá. És ez az ember, egyszerűen Isten szelleme végezte ezt a munkát ő benne, elkezdett tudatosan azon gondolkodni, hogy mi lenne, hogyha elkülönítenék időt arra, hogy én most tudatosan azon gondolkodom, hogy Jézus itt van velem. És ha tudom azt, hogy Jézus itt van velem, és elkezdett ezen gondolkodni tudatosan, Jézus itt van velem, de szó szerint úgy, hogy elképzelem, hogy itt van mellettem. Mint hogy most az Andika itt van mellettem, elképzelem, hogy Jézus itt van mellettem. És az ő munkája az volt, hogy ő mosogatott a kolostorban, az volt az ő feladata. És azon gondolkodott mosogatás közben, hogy mossa az egyik tányért, hogy Jézussal elkezdek beszélgetni itt belül. Ha nem is mondom ki a szavakat, mert közben mindenki tesz, vesz, megy a mozgás, de itt belül elkezdek Jézussal beszélgetni. És valószínűleg imádkozott is azokért az emberekért, akik majd abban a tányérban lesznek, és Jézussal beszélgetett mindenfélékről itt belül. És akkor először úgy csinálta, hogy itt egy napi egyszer elkülönítette erre időt, de utána tovább ment, már napi kétszer, napi háromszor, és odáig jutott, így elteltek, ugye több nap eltelt, odáig jutott, hogy nem telt el egyetlen 10 másodperc úgy, hogy ne lenne tudatában annak, hogy Jézus itt van vele. És onnantól kezdve mindent úgy csinált, annak a tudatában, hogy Jézus itt van velem. És folyamatosan kommunikálok Jézussal, folyamatosan. Most beszélhetek Isten szelleméről is, a Szent Szellemről, mert effektíve a Szent Szellem az, aki itt van velünk itt ezen a földön, de Jézusnak a szelleme az a Szent Szellem. Tehát teljesen mindegy, hogy azt mondom, hogy Jézus maga, vagy a Szent Szellem. Azért mondom Jézust, mert mivel ő megjelent emberi formában, testformájában, őt jobban el tudjuk képzelni, mint az, hogy egy szellem itt. Ha azt mondom szellem, akkor azt gondoljuk, vagy azt érezzük, hogy itt lebeg körülöttünk, hogy olyan nem tudunk neki testformát adni, de hogyha Jézusról beszélünk, akkor el tudunk képzelni egy testformát. Így van? Igen. Tehát igazából, mivel az Atya, a Fiú és a Szent Szellem egyek,
ők ketté választhatod, vagy három felé lehetetlen őket választani, ezért majdnem mindegy, hogy melyikükről beszélek, de azért beszéltem, ahogy mondtam, azért beszélünk leginkább Jézusról, mivel ő testformájában is eljött. És ez az ember is ezt csinálta, tehát magyarul gyakorolta Isten jelenlétét azzal, hogy folyamatosan elképzelte, és ez kell egy képzelőerő, tehát neked kell használnod a képzeletedet ehhez. Ez egy tudatos, de ez nem egy önszuggeszió, hanem tudatosan egy olyan bibliai dolgot teszel, amiről maga Jézus tanított. Hát elnézést, akkor, tehát ez az, amit az ige mond az egyik helyen, hogy ki milyen mértéke, miért olyan a mérnek neki. Tehát, hogyha én hiszem azt, hogy Uram, te mellettem vagy, és már pedig itt vagy, mellettem beszélsz, akkor ez úgy is van. Tehát ez biblikus. Tehát ez nem csak erről egy ilyen beképzelt... Hadd mondjak el neked egy olyan dolgot, amiről Jézus maga beszélt. Azt mondja Jézus, hogy ha valaki kívánságnak okával tekint egy asszonyra, ugye egy férfiről beszélt, ha csak elképzelte, ugye fantáziát arról, már vétkezett. De miért? Fantáziált róla, elképzelte, itt belül elképzelte, és Jézus szerint az már meg is történt. Tudjátok miért? Azért, mert amit te itt elképzelsz és belül látsz a szellemvilágban, teljesen ugyanúgy jelenik meg, mint a fizikailag tennéd. A szellemvilág működése sokkal egyszerűbb, mint gondolnád. Sokkal egyszerűbb. A szellemvilág folyamatosan körülötted van. Állandóan körülötted van. És szellemben, ha te csak gondolsz valamire, mert a mennyei helyeken, szellemi értelemben, a szellemvilágban a gondolat ugyanúgy beszél, mint a szavak. Ugyanúgy. Nekünk itt fizikai értelemben szükséges az, hogy kimondjuk a szavakat, ahhoz, hogy megtörténjenek, mert a fizikai világ olyan, mintha úgy tudnám nektek leginkább leírni a működésének a lényegét, hogy mintha ilyen ezerszeresen le lenne lassítva a fizikai a szellemihez képest. Érted? Sokkal valóságosabb a szellemvilág. A szellemvilágban kigondolsz valamit, és így megtörténik. Érted? Azonnal megtörténik, mert ott a gondolat az ugyanolyan szintű, mint a kimondott szavak, vagy az, hogy egyáltalán történik valami. Ugyanolyan. A fizikai síkon, mint hogyha le lenne az a szellemi teljesen lassítva, de szándékosan csinálta Isten így, mert a szellemiben nincs idő. Ott nincs idő. És ezt mi aggyal nem tudjuk felfogni, hogy ez mit jelent. Online, nem? Online. Állandóan online vagyunk szellemben. Igen. Valami történik, és ott azonnal nyilvánvaló a szellem. Itt a földi síkon pedig el kell teljen egy idő. Mert azt mondja az ige, hogy van vetés, na de a közte van idő. Érted? Van vetés, és te elvetsz valamit, itt földi síkon elveted a földbe azt a magot, és akkor kell, hogy öntözés történjen, kell, hogy napocskarás üssön, kell, hogy elteljen egy idő, amíg az elkezd kibújni. Ugye, elkezd előbb kicsirázni, elkezd növekedni, elkezd feljönni a föld alól, és növekszik, 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 és ahogy növekszik, ahogy erősödik, utána jön csak a gyümölcs. Ez a földiség. Érted? Tehát van vetés, van idő, van aratás a földiségon. Szellemben nincs. Szellemben vetsz, és azt mondja az ige, amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben. Kész. A mennyben már meg is van. Tehát a mennyben, a szellemiségon azonnal történnek a dolgok, ott nincs idő. Tehát ezért van az, hogy Jézus maga tanít arról, hogy amit te elgondolsz, amit te elképzelsz, az teljesen olyan, mintha megtetted volna. És ezért mondja Jézus, hogy inkább vájd ki a szemed, és menjél vakon a mennybe, mint hogy a szemed vigyen bűnre, vagy inkább vágja a kezed, vagy stb. De... De ez mind tehát most, ha negatív értelemben igaz, mert ugye ezt a tanítást
tanítást, hát ezt a példázatot ugye negatív értelemben használta az úr, de ha negatív értelemben igaz, ez pozitív értelemben is igaz. Igen. Érted? Tehát Isten, és ez az, amit sokan félreértenek, hogy azt gondolják, hogy Isten úgy teremtett meg téged, hogy mintha nem olyan lennél, mint ő. Érted? De hát azt mondja az 1 Mózes könyve már, a teremtés könyve, hogy Isten a saját maga kép mására, kép más, az image-ére teremtett meg téged. Az image, hogyha megvizsgáljuk az eredetinek a jelentését, ez azt jelenti, hogy Isten téged kigondolt, elképzelt, és megteremtett azonnal. Isten a képzelő erőt használta, az ő saját képzelő erejét használta arra, hogy téged megalkosson. És az ő saját képzelő erejét adta beléd, úgy alkotott meg téged, hogy te is képes vagy elképzelni dolgokat. Hogyan tud az egy ember megtervezni valamit? Úgyhogy ezt elképzeli, igen. Nem? Tehát használod a képzelő erődet, mindenhez használni kell a képzelő erődet. Ahhoz, hogy lásd azt, hogy mit fogsz csinálni holnap, szépen elképzeled, ugye magadban már elképzeled azt, hogy mi fog történni, és az szerint, ahogy elképzelted, úgy mész és úgy csinálsz meg dolgokat. Nem így van? De. Tehát használjátok a képzelő erőtöket. Na most a negatív képzelő erő az, amit az ember annyira hozzászokott, hogy automatikusan csinálja. Például a félelem hogy működik. Te elképzeled belül, hogy ó, majd jön egy mumus, és akkor majd megtámad, és akkor félek a sötéttel, és nem merek kimenni éjszaka. De nem így működik? Már gyerekkorban így működik, nem? A képzelő erődet használod, már gyerekkorban. És elképzeled, hogy hú, ott lesz valaki, és akkor hirtelen rádugrik, és nem mersz kimenni a sötétbe, vagy félsz a sötéttől. De nem így van, már egy gyerek is. Ez olyan automatikusan működik. De ha működik a... Vagy mi az, amitől fél valaki? Vannak ilyen fóbiák, fél valaki a pókoktól. Vagy a víztől. Vagy a bogarak. De ha félsz a, tegyük el, félsz a póktól. Miért félsz a póktól? Azért, mert belül... Nem, figyelj, levezetem neked. Belül elképzeled, hogy megyek, és akkor rámugranak, és akkor már érzem a bőrömön, ahogy mászkál rajtam, és akkor elképzeled, úgy lehet belém csíp, vagy ez, vagy... Ugye, hogy elképzeled? Ugye, hogy így működik a félelem, a fóbia? Vagy valaki fél a kígyóktól? De miért félsz a kígyótól? Mert belül elképzeled, hogy tekeredik rám, és akkor a nyálkás bőre, és akkor össze fog szorítani, vagy mit tudom én, mit képzelsz el, vagy valakinek fóbiája van a szűk helyektől, hogy nem mer bemenni szűk helyre. Na és ez miért van? Hát, mert ott rakod. Na de hogy? Nem szabad gondolkodni. De miért? Mert elképzeled, hogy bemész abba a liftbe, és kész, ott ragadsz, nem fogsz tudni kijönni abból a liftből, és már a félelem azt teremtette benned, hogy fizikai jelei vannak. Érted a fóbiát? Kába fegyelek a lépcsőn. A panic attack, hogy van magyarul? Panic betegség? Panic betegség. Az a féle aggódás, az a féle szorongás, vagy valami, ezek mind-mind úgy működnek, hogy az ember a képzeletét használva annyira szuperül kifejlesztette magában a képzelő erejének milyen szintre emelte már a működését, és működik a képzelő erre, de ha ez negatív értelemben működik, akkor miért nem működhetne pozitív értelemben? Érted? És én nem okkultizmusról beszélek, mert az okkultizmusban is ezt csinálják, ugye, hogy használják a képzelő erőt. Na most mitől más ez az okkult képzelő erőtől az isteni, a biblikus képzelő erő használatához? Mitől más ez? Szerintetek? Hogy itt áldásra fordítsuk a gondolatunkat. Egyrészt, meg az, hogy szerintem a
a boszorkányság úgy működik, hogy önálló, hogy Istentől független. Ez a kulcs. Most kimondtad, Daniela. Mert amikor mi Istenben vagyunk, ő a központunk, ő a lényegünk, ő az Urunk, ő a fókuszunk, és ő van a középpontban, akkor ez a képzelőerő nem lehet rossz. Érted? Amikor az ember van a központban, és ez mindig így van az okkultizmusban, a New Age-ben, az ember van a központban. Az én tudat, a saját gondolataid, a saját erőd, az én, az ego. Az ego van a középpontban. Így van? És ez, ha megfigyeljük, a Lucifer természete. És ezért az okkultizmus teljesen sátáni, a humanizmus teljesen sátáni, a kommunizmus és minden izmus teljesen sátáni. Miért? Mert ha megfigyeljük, hogy Lucifernek milyen természete volt, mindig ő akart a központba kerülni. Ugye? Igen. És nevez, és bármit oda tehetsz a helyére, és elnevezheted ezt bárminek, de effektíve a bálványimádás is pont ugyanígy működik, hogy azt mondom, hogy nem Isten van a középpontban, a fókuszban, hanem valami más helyette. És az egoizmus, a humanizmus, és éppen emiatt az okkultizmus is ugyanígy működik, hogy mivel nem Isten van a középpontban, ezért effektíve csak egy nevet adtunk neki, hogy mi van a központban, de mögötte maga Sátán, Lucifer áll az ő saját természetével. És ettől téves, ettől hamis a dolog. Na de ha én ezt fogom, ezt az egészet, és Istent helyezem ebbe, őt rakom a trónra, ő az, aki az én fókuszomban van, ő az, aki nekem fontos, őt akarom hallani, őt akarom látni, tőle akarok elvenni tanácsot, és az ige, az írott ige, a Biblia nem választható szét tőle, mert ő soha nem lesz ellentétes az igével, tehát ez nekünk egy olyan mérce, Isten beszéde, nem térünk el ettől se jobbra, se balra, mert ő sem tér el, mert ő a testélet ige, tehát hogyha Jézus Krisztus van itt a középpontban, ő azt akarja, hogy azokat az ajándékokat, amiket belénk helyezett, használjuk. És az elképzelés, a képzelőerő, ugye az image, az imagination angolul, az, hogy elképzeljük őt magát, ez teljesen bibliai. Honnan tudjuk ezt? Jézus azt mondta, hogy amikor szemlélitek a fiút, elváltoztok az ő hasonlatosságára. Amen. De hogyan szemlélsz te egy szellemi lényt? Elképzelem. Hát ez az. Hát ez az. És pontosan itt hibázik a kereszténység, hogy azt tanították velünk éveken keresztül, hogy az, a képzelő erőnek a használata az teljesen sátáni dolog. De ezt maga a Sátán adagolta be, ezt a hazugságot, azért, mert ő rettenetesen fél attól, hogy te felfedezed azt, hogy kicsoda vagy Krisztusban. És te kicsoda vagy Krisztusban? Az ő hasonlatosságára lettél megalkotva. És ha az ő hasonlatosságára lettél megalkotva, akkor tudod azt, hogy ő az ő képzelő erejét használva teremtette ezt a világot. És téged ugyanígy teremtett meg, tehát a képzelő erődet az ő általa, az ő benne. Tehát nem az én saját emberi képzelő erőmet használom, érted? Hanem én azonosulok Krisztussal, egyé válok vele, ő benne, én bennem, teljes egységben, és nem a saját képzelőerőmet használom, hanem a Krisztus értelme lakozik bennem, a Krisztus képzelőerőjét használom. Érthető. És, de ez, azért magyarázom ezt így el, hogy ne is kössenek bele, érted? Hogy nem a Gégény Éva képzelőerejét használva képzelem el azt, hogy Isten mit akar nekem adni, érted? Vagy hogy Jézus Krisztust elképzelem, nem a saját képzelőerőmet használom, hanem bennem van Jézus Krisztus szelleme, és a Szent Szellem által cselekszem. A Szent Szellemet kérve cselekszem. Mondom az Úrnak, hogy Uram, mutasd meg nekem az Urat, aki bennem van. Hogyan lássam azt, aki bennem van? Elképzelem ő általa, és ő adja a gondolatokat.
ő segít nekem ebben. Egy nagyon konkrét példát mondok nektek. Angliában voltunk, éjszaka kellős közepén arra ébredtem föl, hogy egy nagyon háborgó érzés volt belül bennem. Mindenféle gondolatok cikkáztak az agyamban, és nem is értettem, hogy mi ez, de ilyen nagyon-nagyon rosszul éreztem magam. Azt éreztem, hogy ha valami segítséget most azonnal nem kapok, és tudtam, hogy nem fizikai segítségre van szükségem, mert nem fizikai támadás ért most engem, de ha valami segítséget most nem kapok valahonnan az Úrtól, akkor én nem is tudom, hogy mi lesz most velem. De így nem tudok se aludni, se ébren lenni, de egy borzasztó rossz érzés. Biztos éreztetek már hasonlót. Ti magatok is, hogy azt se tudtad, hogy mitől, vagy miért, vagy honnan jött ez, de egy szörnyen rossz érzés. Igen. És akkor azt kérdeztem magamban, hogy most mi ellen menjek. És nem jött semmi. Még vártam az Úrra, hogy most kötözzek meg valami szellemet, hogy most valami próbálkozik, és akkor persze, hát végig mehetünk emberileg, hogy jó Jézus nevében, megkötözöm ezt, kiűzöm azt, de ez vagdalkozás a levegőben, azt mondja Pál, hogy a mi fegyvereink nem testiek, hanem szellemiek, mert ha csak úgy rutinból próbálkozom. Egyszer ez működött, akkor ez olyan, mintha levegőben vagdalkoznék össze-vissza, de azt sem tudom, hogy mivel állok szembe. Igen. És így leültem az ágyra, és azt mondtam, hogy Uram, segíts most nekem, drága Szent Szellem, mert én benned vagyok, és te én bennem vagy. Segíts most nekem, hogy el tudjam képzelni azt, hogy Jézus itt van velem. És abban a pillanatban láttam. Nem elképzeltem már onnantól kezdve, láttam. És ez az, amikor a Szent Szellem ad valamit, érted? Megnyitja a szememet, szellemi szemeimet, és láttam, hogy Jézus ott ül mellettem. Abban a pillanatban. És abban a pillanatban már egyenesen hozzábeszélek. Már nem elképzelem csupán, egyenesen hozzábeszélek. Na de ha csak el kell képzelnem, akkor elképzelem, de a Szent Szellem segít ebben is, hogy elképzeljem, hogy ott ül mellettem. És egyenesen hozzábeszélek, és mondom neki, Jézus, nem tudom mi ez, de segíts nekem most, hogy kijöjjek ebből az állapotból, mondd meg nekem, hogy mit tegyek. És tudjátok, hogy mit csinált Jézus? Nem azt mondta, hogy ezt vagy azt a szellemet űzd ki. Szóval kinyújtotta a kezét, és így mutatott, hogy gyere. És éreztem, hogy szellemben ki kell lépnem, és amit addig nem láttam, ahogy ott ült Jézus, abban a pillanatban megláttam azt, ahogy én szellemben tettem egy lépést, és elindultam felé, abban a pillanatban úgy voltam együtt Jézussal, és már nem ott voltunk a szobában, úgy voltam együtt Jézussal, hogy körbevett bennünket egy hatalmas nagy burok, olyan volt, mintha egy gömbbe bekerültem volna vele, egy gömb belsejébe, és ilyen kékes fényű volt, de mégis tűz volt benne. Tehát tudtam, hogy ez tűz, amit látok és érzek, nem égett meg, de mégis kékes fénye volt a tűznek, ami ez is érdekes volt számomra, és tudtam, hogy ott vagyok belül, és abban a pillanatban megnyílt a szellemi szemem, és láttam, hogy az ellenség, tehát ilyen nagyon gonosz démonokat láttam, a tüzes nyilakat lövöldözték, de a burokig jutott el a tüzes nyíl, és így plüty, 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 leesett. És már nem ért el hozzám. És abban a pillanatban egy akkora hatalmas békesség töltötte be a szívemet, hogy éreztem, hogy biztonságban vagyok. És azt mondta az Úr, hogy amikor a Zsoltárokban az van, hogy az én rejtek helyemre megyek, a titkos helyemre, tehát hogy hív az Úr a rejtek helyre, azt mondta az Úr, hogy ez a te rejtek helyed, ez bennem van. Ez én bennem van, ez a rejtek hely. Bennem vagy elrejtve. Tudod, amikor beszélünk arról, hogy ő az én menedékem, ő az én palástom, ő az én védelmem, és ezt pontosan láttam és érzékeltem. Miért volt ez nagyon fontos? Mert abban a pillanatban, hogy te tudod, hogy Jézusban biztonságban vagy, nincs ellenség, aki téged le tud győzni. Onnantól kezdve látod magad előtt, én benne vagyok a burokban, próbálkozhat, a Jézus nevében el kell mennie. Nincs más esélye,
mert csak fáraszthatja saját magát, töltheti az idejét fölöslegesen, de én az élő tűzben vagyok benne. Jézus Krisztusban vagyok benne. De ehhez kellett, hogy én ezt lássam, kellett, hogy a szellemi érzékeimet használjam, a szellemi látást, a szellemi hallást, annyira valós. Valós. Sokkal már valósabb. Sokkal valósabb, mint az, hogy téged látlak. Annyira valós az, amit szellemben látok, hogy már nem kérdés, már én már nem gondolkodom azon, hogy most ezt vajon én kézzeltem? Vagy most láttam. Tudom, hogy mit látok. Érted? A félelem tényleg most, amire tehát beszélt Csaba is, meg te is, hogy a félelem az igazán, most érzem úgy, hogy ami igazán gátat vet, hogy félünk. Egy igen, 1 János 4.18. Ahol Isten szeretete uralkodik, ott nem marad hely a félelem számára. Nincs hely a félelem számára. Tehát ha én azt mondom, hogy itt van valami, ami itt uralkodik, és valami más próbálna idejönni, de nincs hely számára, mert ez már itt van. Azt mondom, hát, bocsánat, meg kell kapatni, mert ez már itt van, érted? Tehát ha valami már ott van, nincs helye másnak. Ha Isten szeretete ott van, nincs helye félelem szám. Mit jelent ez? Na most Isten szeretete is sokszor egy elvont fogalom, hogy úgy gondoljuk, hogy hát szeret az Úr, jó, szeret az Úr, ez olyan klisévé vált. Érted? De Isten szeretetének a megismerése az Istennek a megismerése. Pont itt mondja az 1 János 4.16-ban, mert Isten maga a szeretet. Isten maga a szeretet. Tehát, hogyha Istent megismered, akkor a szeretetet ismered meg. Miért fontos a szeretetet megismerni, vagy Istent megismerni, aki a szeretet? Azért, mert hogyha, amiről Csaba beszélt, hogyha tudod azt, hogy vannak a Földön, tehát most gyakorlatilag próbálok beszélni, vannak a Földön milliárdosok. A milliárdos számára az, hogy most a magánrepülőgépével elmenjen Kamcsatkába, az semmit nem jelent. Csak szól a pilótájának, szól a beosztottaknak, hogy készítsétek elő a magángépemet, mert most ide fogok repülni, és akkor már hozzák a kis gépén a koktélokat, hozzák a mindenféle ételeket, jönnek a különböző szolgák és egyebek. Na most ezt el tudjátok képzelni. Na most azt képzeljétek el, hogy Isten a teremtő, és minden az övé, minden. Beleértve azt a milliárdost is, az ő összes milliárdjával együtt is. És Istennek ennyibe kerül az, hogy ez bármelyiküknek, bármelyikünknek, bármelyik gyermekének megadja, ha akarja. Most mondjátok, hogy hú, hát jó lenne, ha nekem megadná. De el kellett jutnunk nekünk is személyesen arra a pontra, tehát én most magamról beszélek, emlékszem arra, amikor egyszer autóval mentünk valahová, nem is tudom, hová tartottunk őszintén szóval, mert csak ez a kép maradt meg bennem, hogy autóban ülünk, és melegünk van, mert ugye nincs klíma a kocsiban, letekerve az ablakok, és iszonyat forróság, hőség. És azon kezdek el gondolkodni, hát ez még nem tudom hány éves lehettem, de ugye már házasok voltunk, mert Dávid megvolt, és olyan 20 éves lehettem ekkor. És egy olyan keserűség próbált meg bennem feljönni, hogy soha életünkben nem voltunk igazán gazdagok, de hogy nem is csak úgy gazdagok, hanem állandóan nélkülöztünk. De mindig. És effektíve 40 éves vagyok, 40 évem alatt még nem láttam meg azt, hogy bővölködtünk volna valaha is. Értitek? Tehát az anyagi terület az egy mindig is egy nehéz téma volt nálunk, mindig is egy kőkemény megpróbáltatás sorozatok, és nagyon sokszor azért kellett imádkozunk, hogy legyen mit ennünk. Tehát nem azon, hogy most éppen melyik autót vegyem meg, hanem ténylegesen nagyon nagy szűkölködések voltak, és ugye 20 évesként úgy gondoltam, hogy a virág korát éli meg az ember, ugye a legszebb évek, a fiatal évek,
Ugye, és akkor milyen jó lenne, hogy szép ruháim legyenek, milyen jó lenne, hogy el tudjunk jutni, utazgatni a görög tengerpart, a török tengerpart, a mit tudom én milyen tengerpart, érted? És akkor a nyaralgatások, meg a szép dolgok, meg a jó ételek, meg a minden, meg lát az ember ilyet-olyat, hogy mi megy a világba, és akkor nekünk meg nincs benne részünk. És most vagyok csak fiatal. És utána már hiába vágyom, már, és akkor ezt mondtam, és így kitört belőlem, és mondtam Csabának, hogy hát már akkor élvezzem majd, amikor öreg nyanya leszek, akkor már úgyse kellenek a szép ruhák, hát akkor már úgyse kell a jó nyaralás, hát akkor már az ember se a szexuális, se a mint tudom én milyen dolgokat nem úgy élvezi már, mint most fiatalon, érted? Akkor, hogy miért nem most van ez? És akkor így Csaba így rám néz, így meg is volt döbbenve, hogy kikeltem magamból, de én is meg voltam saját magamon döbbenve. És akkor így néz Csaba, és akkor így mondja nekem, és annyira igaza volt, és annyira kijelentésé vált az akkor számomra Istentől, hogy hát Isten nem ebben a föld életben gondolkodik. Isten nem nagyon hatja meg, most idézőjelben, meghatja, mert szeret bennünket, tehát ne értsetek félre, egy szerető édesapa, de Isten effektíve az örökké valóságban gondolkodik, és abban gondolkodik, hogy nekünk van egy teljes örök életünk, amit nem tudunk felfogni aggyal, az, hogy mit jelent az, hogy örök élet. Tehát az örök élet az azt jelenti, hogy nem ér véget soha. Érted? És most az örök élethez képest van a földi életünknek egy nagyon-nagyon rövid, pici kis szakasza, tehát itt van az örök élet, és itt van egy ilyen kis, icike-picike kis szakasz, amit a földön élünk, amit a földön töltünk el. Mégis ez a kicsi, picike kis szakasz a legdöntőbb fontosságú, hogy ezt hogy éljük meg, igen, és hogy elfogadtuk-e az Urat, és őt választottuk-e mindenben, és ez a pici kis szakasz határozza meg az egész örök életet. Az egész örökké valóságot. Érted? És hogy Isten nem abban gondolkodik, hogy te most fiatal vagy, öreg vagy, éppen az életednek milyen szakaszát éled, hogy mennyire élvezed ezt a kis földi életet, mert ez a kis földi élet egy néhány év, de utána egy egész örök élet van ott. És az egész örök életedben meg nem úgy fogod élvezni, mint a kis földi életedben, hanem ott a teljesség lesz. Ott mindent fogsz élvezni, érted? Ott minden gyönyörű, ott minden szép, ott minden a teljes. Tehát a boldogságnak a ne továbbja. És mi pedig itt ebben a földi életben próbáljuk azt a boldogságot megtalálni, ami icike picikét sem hasonlítható ahhoz, ami ott lesz. Igen. Érted? És ez kell, ennek a gondolkodásunknak kell megváltoznia, hogy nem egymással hasonlítjuk össze magunkat. Nem az amerikaiakkal, nem az angolokkal, nem a magyarokkal, ugye, ti ukránok, Ukrajnában vagytok, nem vagytok ukránok, de Ukrajnában éltek. Érted, hogy nem azokkal hasonlítjuk össze magunkat, hogy nekik milyen jó, nekem milyen rossz. Érted? Hanem azzal kell összehasonlítani magad, hogy az örökké valóságban milyen lesz. És nekem ez hozta a változást. Ez hozta a hatalmas megnyugvást az életemben, hogy rájöttem arra, hogy effektíve teljesen mindegy, hogy van mit ennem, nincs mit ennem, vagy hogy mit eszek, hogy most vajas kenyérrel lakok jól, vagy éppen grill csirkével lakok jól. Effektíve ez is mindegy, amíg nem halok éhen, így van? Persze, hogy az ember örül a szép meg a jó dolgoknak, de ugyanúgy a ruha, hogy most éppen a legszebb ruha van rajtam, vagy éppen, hogy van rajtam ruha. De hát van rajtam ruha, és nem fázik a testem, érted? Hogy most milyen szép házam van, vagy milyen nem szép házam van, de hát van fedél a fejem fölött. És nem kell a napon, tűző napon forrósodnom, vagy a jéghidegben fagyoskodnom, hanem van a fejem fölött fedél, és effektíve nem ez határozza meg az örök életemet. Ezek mind csak olyan pillanati dolgok,
amik így el fognak tűnni, mert ez a pár évünk annyira gyorsan eltelik, és hogy kinek mennyi ez a pár éve, az csak az Úr tudja. Igen. És nekünk el kell jutnunk a gondolkodásunkban arra, hogy én hozok egy olyan döntést, hogy csak is Isten felé teszem fel ezt a kérdést, és nem hasonlítom magam senkivel, nem nézek senki másra, hanem csak is Istenre, és azt kérdezem, hogy Istenem, neked mi a terved velem itt ebben a pár évben, itt a Földön? És hogy meghozzam azt a döntést magamban, hogy meghalok önmagamnak, leteszem az életemet, hogy éljek többé nem én, hanem éljen bennem a Krisztus, hogyha úgy is ezt a pár évemet ténylegesen itt kell, hogy még éljem a Földön, még muszáj, hogy itt legyek egy kicsit, akkor legalább úgy éljem, hogy ő hozzá hasonlítva, és ő neki, az ő tetszésének megfelelve éljen, mert minden, amit teszek ebben a pár kis évben, meghatározza az örökké valóságot. És azt mondja az ige, hogy ne a Földön gyűjtsetek magatoknak kincseket, ahol a rozsda, a moly, a akármi megemészti, vagy ellopják tőled, betörnek éjszaka, elviszik, és azért dolgoztál egész évedben, vagy jön egy futótűz, leégett a házad, pedig egész életedben azért gyűlisztek. Igen, volt a nagy szép ház, és por lett meg. Hát így van, így van. Vagy jön egy földrengés, háború. És akkor oda van, jön egy árvíz, egy cunami, jön egy háború, ugye nektek aktuális, és akkor oda van minden, érted? De ha ezért gürisztél, ha ez volt a cél, ha ezért éltél, ezért keltél fel, ezért feküdtél le, ez volt a cél, akkor ez egy nagyon felszínes cél, mert ennek vége lesz. Az a minden, ez tényleg. Érdekes, most, hogy beszéltek annyira nekem, őszintén most, de most valahogy teljes egy kicsit másabb, rémává vált ez az egész, hogy... Mindannyian ebben vagyunk benne, és a gondolkodásnak megváltozni, hogy az örökké valóságban gondolkodjunk, és ne a földiben, ezt mindenkinek el kell jutni erre, ez nem megy automatikusan, érted? Kell, hogy legyen valaki, mint most a Csaba is én, aki ezt elmondja nektek, hogy hé, mi megtapasztaltunk valamit a mennyből, a szellemiből, az örökké valóságból, Isten már megmutatott egy kis szeletet, és azért mutatta meg, hogy rájöjjünk arra, hogy ez a földi fel sem érhető azzal, érted? Amikor te meglátod és megtapasztalod a menny valóságát, azt érzed, hogy minden, ami itt van, egy koszos, olyan, mintha minden olyan szürke lenne. Érted? Kimész a legszínesebb, gyönyörűbb mezőre, és látod a leggyönyörűbb tengerpartot. Ott voltunk Kaliforniában. Meg láttuk a leggyönyörűbb tengerpartot, és olyan parkokat, olyan gyönyörű, szó szerint gyönyörű helyeket, és akkor mindenki azt várta, hogy le fogunk hasalni, és el fogunk szállni, és néztem, és mondom, aha, szép. És akkor néztem, mi az, hogy aha, szép. És mondom, nem felvágásból, de ha láttad a mennyet. Mi ez ahhoz képest? Érted? Hát mi ez ahhoz képest? Szép, tényleg nagyon szép, de ami ott van fönt, hát ahhoz nem lehet hasonlítani. Igen, magas a mérce. Csak